Jó estét kívánok! Azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy beköszöntött a tél, gyakorlatilag küszöbön áll az első hóesés, úgyhogy a Szingóese országúti kerékpárosait azért most már nem láthatjuk az utakon, de remekül szezont zártak mind a profik, mind pedig a lelkes amatőrök. Ráadásul az Egyesület, illetve az Egyesület háza táján komoly változás várható. Mindenről és persze a jövő évi tervekről beszélgetünk a Bajnokok Városa mai vendégével, Márkus Jánossal, a Szingóese csapatvezetőjével. Köszöntelek a stúdióban. Szia! Csapatvezető, illetőleg a Fehérvár Cycling Team elnöke, vagy leendő elnöke, és akkor ezzel már is elővezettem azt a fontos változást, amely beáll az Egyesület házatáján, illetve hát az Egyesületben. Pontosabban egy új klub alakul, ugye? Igen. Mi ennek a lényege? Miért történik ez meg? Létrehoztunk egy új egyesületet. Az aktívabb versenyzőink, a fiatalok kerülnek ide. Főképp nők és lányok fogják alkotni itt a keretet. Szeretnénk a női kerékpár sportot kicsit előrébb vinni. A szövetség is megkeresett minket, vagy a Magyar Kerékpáros Szövetség is megkeresett minket ennek kapcsán. És szükséges így, hogy kicsit könnyebben tudjunk mozgatni a csapatot, így, hogy ne legyen egy ilyen óriási szeniorokat és szabadidős kerékpárosokat is tartalmaz egyesületünk, hanem ez egy tényegében egy versenyistáló lesz. Uh-huh. És akkor a szeniorok, illetőleg a lelkes amatőrök megmaradnak a Szingóban, és akkor, ahogy te is említett, egy kifejezett versenyistáló jön létre, tehát Fehérvár Cycling Team néven. Ez összesen hány versenyzőt jelent kik ők? Körülbelül 12 versenyző, ebből 10 nő, vagy hát 18 év körüliek többnyire mind, és egy-két fiatal férfi versenyzőnk is, aki az utánpótlásból felkerült, ők alkotják a keretet. Mi az oka annak, hogy több a hölgy, mint az úr? Ez egy általános tendencia a kerékpársportban, az országúti szakákban, vagy ez fehérvári sajátosság? Ez fehérvári sajátosság. Igen. A kezdetek óta, tehát több lány jelentkezett hozzánk, mint fiú. Legalábbis fiúk jöttek, de egy-két edzés után eltűntek, a lányok folyamatosan megmaradtak, és igazán motiváltabbak voltak sokkal jobban, mint a fiúk. Tehát és csinálták, tehát edzettek, készültek rendesen, és egyébként lányként könnyebb is eredményt elérni ebben a sportban, tehát olyan kevesen vannak, hogy aki tényleg beletesz mindent, annak már a dobogó szinte biztos, de a bajnoki címet azért keményen meg kell küzdeni, mert van jó pár tehetségünk a lányoknál. És így valahogy a lányok, tehát egyre több lány lett nálunk, és már az ország több pontjáról is kérdezgették, hogy akár ide igazolhatnak-e hozzánk. Uh-huh. És érkeztek már? Igen. Honnan? Van két budapesti versenyzőnk is már. Uh-huh. Tehát akkor ez egy gyakorlatilag regionális műhely lett. Igen. Ez a fehérvári szakosztály. Mennyire látod annak esélyét, hogy azért a női szakág feldúsul? És hát emögött a törekvés mögött, hogy gyakorlatilag egy tisztán hölgyekből álló versenyistálót hoztatok létre, mennyire van egyfajta központi törekvés, hogy a hölgyek is legyenek legalább annyian ebben a sportágban, mint a férfiak? Hát most a Kerékpáros Szövetség is, és mi is ezen vagyunk, hogy nőjen az országúti szakákban a nők aránya. Nehéz azért, tehát a fiúk, kevés az utánpótlás is minden városban is, tehát a lányok, tényleg egy-két lány van különböző helyeken. Őket meg kell tartani mindenképpen, és hogy azért, hogy ha lesz egy ilyen versenyistáló, mint a miénk, azért az talán ad valami motivációt a többi lánynak is, hogy érdemes csinálni, és esetleg jelentkeznek. Egyébként erre tipikus példa az, hogy most mi mindig ősszel toborzunk, és most ősszel egyébként szinte csak lányok jelentkeztek hozzánk, hogy szeretnének kerékpározni. Persze nem maradt meg mintát, azért nagy részük lemorzsolódik pár edzés után, mert csak érdeklődnek a sport után, de jönnek. Tehát lesz utánpótlás. És hogyan lesz valakiből komoly kerékpárversenyző? Nálad például annak idején ez hogy történt? Hogyan fertőzöttél meg a kerékpársporttal? Úgyis, mint sportoló, mint civil, meg hát úgy, mint kerékpáros szakújságíró. Hát ez nagyon sok minden sportoltam gyerekkoromban, és én viszonylag későn kezdtem kerékpározni, de engem még a mountain bike-ozás fogott meg, az adrenalin, kint a természetben,
Aztán pár évre rá kiderült, hogy sokkal jobb országút is vagyok, mint mountain bike, és jobban haladok aszfalton. És tehát én imádtam a folyamatos versenyzést, a sebességet, meg egyszerűen kikapcsolja az ember egy fejben az edzések is. Tehát ha éppen állóképességi edzésünk van, az nem fárasztó lényegében testben, és a gondolatok szabadon járnak. A gyerekeknél viszont nézik a tévébe szerintem, tehát rengeteg versenyzőm úgy érkezett, hogy látták a tévében, hogy, hogy milyen izgalmasak a versenyek. Tehát egy Tour de France-ot többen néznek szinte, mint egy foci VB-t, tehát ez nem meglepő. És szeretnék, kipróbálják, és amelyik nem ügyetlen, vagy, és képes küzdeni, az megmarad, és csinálják. Aztán 18 éves kor körül azért mindig jön egy fordulópont, hogy képes-e annyit edzeni, mert tehát egy felnőtt versenyző akár 30-40 órát is edz egy héten, ami nagyon sok, és azt már, tehát egyetem mellett még csak, de aki dolgozni kezd, annak már nem megy, és akkor már nem tud tovább lépni, de... Ugye azt mondtad, hogy aki nem ügyetlen. Most az országúti kerékpározásban mit jelent ügyesnek lenni? Tehát nagyon jó koordinációs képesség kellene, hogy merjen egyszerűen mezőnybe menni 1-2 centiméterre a másiktól, pontosan érezze a kerékpárt. Tehát nálunk az alapvető, hogy elengedett kormánnyal is kell tudni gond nélkül enni, inni, akár 90-nél is el kell tudni engedni a kormányt. Tehát, és nem szabad félni, az alapvető dolog, hogy nem szabad félni kerékpáron, mert onnantól bukás lesz belőle. Tehát az egyensúlyérzék az nagyon fontos, pluszba meg fejben is ott kellni. Tehát egy-két profi kerékpáros nem tűnik annyira intelligensnek, és ez így is van, tehát ők ős tehetségek, de rengeteg taktikai elem van a kerékpár sportban. Tehát, hogy hiába vagy a legerősebb, nem fogsz nyerni. Tehát az garantált, mert egy kicsit okosabb, aki gyengébb, mint akkor is a végén meg fog téged verni. Tehát érezni kell itt a taktikai dolgokat is, hogy működjön. Mesélnél erről akár a saját pályafutásodból, akár egy nagy nemzetközi versenyből, amit a televízióban láttál, mert én is ismerek olyanokat, akik egyébként nézik a túrt, vagy a különböző körversenyeket, és nem feltétlenül azért, mert nagyon érdeklődnek egyáltalán a sportág vagy a sport iránt, hanem gyakorlatilag gondolatban utaznak. De ők föl sem mérik azt, meg az egyszeri laikusok, hogy micsoda taktikai küzdelem zajlik a pályán a versenyzők között. Mondanál erre igen, példát? Persze. Tehát maga a szélárnyékról szól ez a sport. Tehát síkon, aki már valaki mögött megy, az kb. 70%-át teszi bele csak energiába, mint aki elől megy. És egy nagy bolyba, mondjuk egy 100 fős bolyba, aki valahol a közepén megy a bolynak, tehát az 40 km/h szinte csak gurul. Tehát ez épp észre nehéz felfogni, hogy 40-ben mennyi energiát kell egy átlag bringásnak beletennie, de egy akkora bolyba, tehát húzza magával a boly folyamatosan. És ugyanígy, ha létrejön egy szökés a versenyen, akkor is, hogy ki mennyit vezet, hogyan vezet a szélbe, hogyan áll föl, akkor a csapatoknál az, hogy éppen támad valaki, a többi éppen akkor semmit nem csinál, csak védekezik, tehát gurul a másik mögött, aki küldözik a saját emberüket. Tehát ez a versenyzés sokszor erről szól, tehát egyértelműen csapatsport. Tehát azt el kell felejteni, hogy ez egyéni sport, tehát ha egy az egyével versenyzek valakivel, akkor egyéni, de ha már ketten vagyunk a csapatból, akkor rettentően egy erőfölényünk van. Uh-huh. És tehát valaki támad, a másik pihen. Erről szól általában ez az egész játék. Te inkább támadtál, vagy védekeztél? Én védekező típusú vagyok, tehát mi minden sportban, tehát imádom üldözni az ellenfeleket, de emiatt nehéz nyerni is. Tehát akkor a kerékpár sportban van támadó és védekező típusú, vagy felfogású versenyző? Igen, általában tehát az időfutam menők, akik egyedül haladnak nagyon jól, ők nagyon jók védekezésre, vagy egy-egy hosszú szökést egyedül bevállalnak, tehát ők erre alkalmasak, és vannak, akik igazából gyorsak, ők általában támadó típusú versenyzők. Uh-huh. És akkor most a Fejérvár Cycling Teamben ez a bizonyos női profi csapat, ez csapatként jövőre működik először így ebben a formában, vagy erre már volt lehetőségük a lányoknak, hogy ezt kipróbálják át? Tehát egy csapatként jövőre fognak először. Idén viszont megcsináltuk többször azt, hogy budapesti csapatból, vagy például győri csapatból, meg a mi versenyzőink összefogtak, és elmentünk egy külföldi versenyre együtt, és megpróbáltuk azt, hogy együtt dolgozunk, hogy mennyire hatékonyak. Tehát volt verseny, ahol a 6 versenyző közül az 5 végzett az első 5 helyen. Tehát ami azért elég jó eredmény, tehát meg kellett mutatni a lányoknak, hogy csapatban teljesen más versenyezni, mert mindenhol szét vannak szorozat, egy-egy, mindenki ellen versenyzik, nem tudnak előrelépni, de
így, hogy most egy csapatban lesznek, így rá is lesznek kényszerítve, hogy együtt dolgozzanak, tehát ez egy alapvető nőknél egyébként nehéz, tehát igen? Sokkal nehezebben dolgoznak össze, mint a férfiak, de szerintem fogják csinálni. Az idén nyáron a többi között Neubauer Eliza is járt nálunk itt a Bajnokok Városa stúdiójában. Nyilván nem érdemtelenül, gyakorlatilag a legeredményesebb és legígéretesebb tehetsége a Szingónak, illetve most már a Fehérvár Cycling Teamnek is. Te hogy értékelnéd az ő évét, az ő teljesítményét? Igen. Végig nagyon jó a formában volt egész azonban, tehát nehéz az ellenfelekhez mérni, hogy ő hogy versenyzik, tehát sokkal erősebb, mint az ellenfelei. Tehát ő egy amatőr felnőtt női versenyzőnél is erősebb. Tehát voltak versenyek, ahol itt például Székesfehérvár mellett Kincsesbányán, tehát elverte az amatőr női versenyzőket is, gond nélkül pedig most lesz csak 15 éves karácsonykor. Tehát ő nagyon tehetséges versenyző és erős. Hát mondanám azt, hogy papírforma volt az OB győzelme, de tényleg az volt, tehát ez várható volt, hogy a többi lány le fog maradni. Időfutamban van egy kis elmaradása, tehát meg kell tanulni egyedül is haladni a szélben, tehát az, hogy tudja magát motiválni, hogy jól menjen. Viszont szeptember elején voltak Hollandiában egy nemzetközi versenyen, és ott tényleg kitűnt a többi versenyző közül, tehát a nemzetközi mezőnybe első 10-be megérkezett, ami azért egy magyar versenyzőtől nagyon nagy szó. Tehát ilyenre még nem volt példa a női utánpótlásban sem, és a férfiban is nagyon ritka, hogy ilyen szinten tud valaki versenyezni. De benne egyébként van jövő, tehát itt jövőre lesz ifjúsági olimpia Azerbajdzsánban, még mondjuk meg kell szerezni neki a kvótát, hogy ő mehessen Magyarországról. De ez hogyan teheti meg? Hogyan igazából ez, tehát Magyarországnak fix kvótái vannak, és itt le kell győzni az ellenfeleit a válogató versenyeken. Tehát ha rendesen felkészül télen, akkor azért én mondjuk 90% biztonsággal azt mondom, hogy ő képviselni fogja Magyarországot kint. Aztán majd meglátjuk, hogy mit tud a világ legjobbjai között, legalábbis Európa legjobbjai között. Akkor az egyébként kijelenthető, a 15 esztendős, mert mindig csak 15 esztendős Neubauer Eliza vonatkozásában, hogy mondjuk az ő mondjuk olimpiai szereplése az szinte borítékolható, hogyha ezen az úton, ezen a fejlődési úton tud tovább menni? Hát az ifjúság olimpiai, igen, a felnőtt olimpiai azért az más kérdés, mert ott nem... Ahhoz még talán fiatal is volt, igen, egy Tokióhoz legalább. Igen, Tokióról még nem, de... én azért, is? Én már gondolkozom előre, tehát folyamatosan, tehát a felnőtt nőknél is a kvalifikációt az ország szerzi meg, tehát mind a legtöbb sportban úgy osztják ki a kvótákat, tehát az még nehéz, tehát kell hozzá társ is, de az ifjúsági olimpia az szinte biztosan kijelentett, ha nem sérül meg, tehát nálunk azért benne van az, hogy bárki egy versenyen elesik, kulcsontot tör, medencét, és akkor ugrik a szezon. Azt tudjuk, hogy a férfiak, a nagy férfi nemzetközi mezőny számára milyen nagy körversenyek vannak nemzetközi szinten, de mi a helyzet a nőkkel? Hát a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség is próbálja növelni a női versenyek számát, tehát a World Tour versenyek számát. Giroból létezik női, Tourból szeretnének 2 éven belül, de rövidebbek ezek a versenyek, mint a férfiak, tehát nem 3 hetesek, hanem ilyen 1-1.5 hetesek csak. Próbálják a női nem adottságéhez igazítani ezeket a versenyeket, bár egyre inkább annyira fejlődnek a nők, hogy ők is alkalmasak lesznek 2-3 hetes versenyekre. Hát Magyarországon lesz jövőre 2 UCI kategóriás verseny, az azt jelenti, hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnél jegyzett verseny, tehát ott mi is ott fogunk lenni, és nem mind a válogatott, hanem mind a klubcsapatunk, és lesz mellette egy válogatott is, amiben nem tudjuk, hogy ki fognak egyelőre versenyezni, de nekünk meg lesz a saját csapatunk szerencsére. És tehát ez egyébként történelmi dolog, mert soha nem volt női nemzetközi verseny Magyarországon, és most már 2-vel kezdjük. Tehát a kerékpáros szövetség is komolyabban veszi kicsit a női szakágat. Egyébként, ha már a műsor bevezetőjében az időjárással kezdtem, ilyenkor hogyan edzetek fagyban, hóban, sárban? Hát, többnyire úgy működik, hogy októberben már mindenki pihen, és november közepén legkésőbb elkezdik az alapozás, ez azt jelenti, hogy először futnak, konditerembe járnak, úsznak egy kicsit, ezek mind nagyon jó kiegészítő sportok, és akik jobban bírják a monotonitást, azok fölülnek esetleg a szobában a görgőre, tehát ez a kerékpárjuk egy állványra van szerelve, ami fix ellenállást ad a hátsó kerékre, és itt tudnak a szobában is edzeni, de ez mondjuk a versenyzők felénél igaz, mert a többi nem bírja egyszerűen a szobába kerékpározást, és
Januárban egy, aki ezt nem tudja a szobában megcsinálni, ők kimennek már a hidegben is, esetleg rövidebb edzésekre, és februártól meg tényleg általában jobb idő van Magyarországon. Reméljük, hogy idén is úgy lesz, és akkor kint is lehet edzeni, márciusban egy edzőtábor, és utána már tehát folyamatosan minden nap lehet kint bringázni. És persze, hogy az idő haladtával kikopik a futás is, meg a konditermi edzés is. Mennyi a napi penzum egy átlagos edzésnapom jó időben? Vagy akár most rossz időben görgőn otthon a nappaliban? Hát én időben mérem az edzéseket, ez az amatőrök számára furcsa hangzik, tehát ilyen másfél-két órákat töltenek el. Kint az idősebbeknek már 2,5-3 órát is kell majd tavasszal kerékpározni. Persze a fiataloknak jóval kevesebb, tehát ők azért heti maximum 10 órában megáll az edzés idejük. Tegyünk egy pici kitérőt, mert hogy nem sokkal a remek kincses bányai verseny után látott napvilágot a hír, mi szerint a Szingó színeit képviselő Nagy Attila Picasso egy külföldi, egy nemzetközi versenyen. Hát azt írta, biztos nem így fogalmaztak, de a lényeg, hogy hát tiltott eszközt használt, és megbukott valamiféle, nem tudom, vizsgálaton. Tehát egy olyan eszközt használt a hírek szerint, amelyek ugye segítették az ő tova haladását, ami hát nyilvánvalóan tiltott a kerékpár sportban. Na most erről ti hogyan értesültetek, mi történt azóta, és mi vajon a valóság? Mert hogy azon kívül, hogy ezt néhány hazai sajtóorgánum lehozta, azon kívül erről nem igen lehetett hallani sem akkor, hát később meg pláne nem. Szóval mi a helyzet most Picassóval? Te visszament Ausztráliába. Mi onnan értesültünk, hogy az egyik hazai kerékpáros portálon megjelent a hír. Egy tiroli cikkre hivatkoztak, ahol egyébként nem említették meg Nagy Attila nevét, csak azt, hogy egy magyar versenyzőnél találtak, ami egyébként egyértelmű volt, hogy kiről van szó. Utána megnéztük az eredménylistát, és tényleg ott volt a büntetés kódja, hogy motort találtak nála, tehát a kerékpárjában. Hát itt pár napig mi se tudtunk semmit. A nyilatkozatunkban írtuk is, hogy próbáljuk kivizsgálni az egészet, és elhatárolódunk ettől az ügytől. Tehát a hazaért megkérdeztük, és azt mondta, hogy ő első kerék defektet kapott, mikor bement a vizsgálatra, és elrohant a vizsgálatról így, és mire elkezdődött a verseny, addigra, vagy amire kicserélte az első kerekét, addigra elkezdődött a verseny, és nem tudott rajthoz állni. Hát a Kerékpáros Szövetség is, mi is írtunk a versenyszervezőknek, de ők nem reagáltak semmire, hogy pontosan nem válaszoltak nekünk konkrétan arról, hogy mi történt. Az UCI-val is felvettük a kapcsolatot a Magyar Kerékpáros Szövetségen keresztül, és semmilyen ügy nem lett belőle. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi történt. Tehát hivatalos közlemény sincs ezzel, tehát nincsen semmi. Tehát nem tudjuk, hogy mi történt. Tehát arra tudunk hivatkozni, amit a Picasso mondott nekünk, ezen kívül meg ezt az egy eredménylistát láttuk. Tehát egy nagyon nehéz helyzetben van a csapat is, de a szövetség is, meg ő is, tehát hogy nem tudják, hogy mit. De hát most már elég sok idő eltelt azóta, tehát azért valami neki kellett volna derülnie, hogyha ez valóban így volt, vagy nem igen. Tudom. Talán hát már a bírságnak meg kellett volna érkeznie, tehát az UCI már kiküldte volna, tehát két hónapon belül kiküldik a bírság. És ez a klubot terhelte volna, vagy a klubot terheli. Hát ez fura ügy minden esetre. És ugye azt talán én nem említettem meg, hogy ugye egy Masters, egy veterán versenyzőről van szó, egy lelkes Masters versenyzőről, és ez is természetesen egy Masters verseny volt. Egy veterán versenyen ez elképzelhető egyáltalán, hogy valaki motorral megy, ahol hát nyilván azért az eredmény is számít, de hát azért ott örömből mennek talán. Sajnos elképzelhető. Tehát Franciaországban is találtak szintén Masters versenyzőnél, és Olaszországban is szintén Masters versenyzőnél ilyet. Nem Masters versenyzőnél, összesen egyszer találtak, egy fiatal lánynál Cyclocrossban, összesen az egy másik szakák, különben senki másnál nem találtak ilyet. Tehát. Hát akkor ez az ügy, reméljük, hogy így ebben a formában lezárult, és hát az én Nagy Attilának innen is minden jót kívánunk. Na térjünk vissza akkor a Fehérvár Cycling tímre, nem, még a Szingóra, mert hogy ne feledkezzünk meg a lelkes amatőrökről, akik ott vannak a Szingóban, és maradnak is. Ugye Kincsesbányai beszámolónkban is nyáron láthatták a nézők, hogy azért ők szép számmal vannak nálatok, és örömből
de keményen kerékpároznak az országúton. Ők mennyien vannak, és mennyien csatlakoztak idén hozzátok? Hát egy nyári szombat vagy vasárnap délelőtt akár 30-40 is lehetnek, tehát ez egy Magyarországon elég egyedülálló, de hát Fehérvár igazából egy országúti is város, tehát kevesen tudják róla, de nagyon hagyomány az országúti kerékpársportnak, tehát komolyan csinálták még az előző rendszerben. Ugye talán akkor még a Videoton néven is futott, az volt az anyaklub, ugye? Honnan aztán ez az egész kifutott. Igen, így történt. És nagyon sokan, tehát és jönnek lelkes amatőrök is hétvégi edzésekre. Egyébként nyáron vagy tavasztól őszig hétközben is van kettő csütörtökön közös kerékpározás, és sokan csinálják. Tehát ők tényleg arról szól, hogy élvezik a kerékpározást, akár, tehát tényleg visszaérnek, isznak egy sört, tehát bőven belefér ebbe a sportba ez is. És a korfájuk, az milyen? 50, 60, hát, 40? Hát 40 fölött van mindenki, és mondjuk az átlag életkor már az 50-hez van közelebb. Hát ez rendkívül tiszteletre méltó dolog, és valóban Kincsesbányán is nagyon sok ilyen versenyzővel találkoztunk. Az országúti kerékpározással kapcsolatban azért óhatatlanul felmerül szerintem a nézőben is, hogy vajon mennyire biztonságos edzeni Magyarországon a közutakon. Mert hogy azért a nemzetközi sajtóban sajnos néhány szomorú hírt láthattunk, hogy edzés közben életét vesztette egyik-másik ismertebb kerékpáros versenyző. Te mi az, amit tapasztalsz, vagy ti mit tapasztaltok? Mennyire vigyáznak rátok az autósok? Fehérvár környéke biztonságos. Tehát nagyon sokat vagyunk kint, és nem fordult meg olyan elő, hogy el akart volna valaki ütni szándékosan. Tehát mi is teszünk érte, hogy lássanak, tehát nem bújunk el. Lehet, hogy ezzel irritálunk is néhány autós, de az az első, hogy lássanak minket, mert látnak, akkor nem fognak elütni. Uh-huh. Próbáljuk kerülni azért azokat a helyeket, ahol nagyon nagy a forgalom, tehát ezért pont Kincsesbánya felé edzünk rengeteget, vagy akár a Balaton felé indulunk el, nem a hetes úton, hanem mondjuk Sárszentmihály, Nádasladány felé, ami szintén alacsony forgalmú út. A Velencei tó környéke az nyáron azért elég nagy forgalmú, és a kerékpárúton is sokan vannak, ezért azt próbáljuk elkerülni, de tényleg azért én érzem, hogy évről évre fejlődik a kerékpáros kultúra is, és az autósok is jobban észrevesznek minket, és figyelnek ránk. Tehát amit nem tudok megérteni, tehát kerékpárosként, hogy nekem a zebránál kint van tehát zebra és kerékpárút egyszerre. Nekem kint van az elsőbségadás kötelező tábla kerékpárral, megállok, és az autós is megáll nekem, hogy át tudjak menni. Tehát, hogy ennyire figyel, tehát sokszor én autósként nem figyelek ennyire a kerékpárosokra, mint ők ránk. Tehát, És ez mennyit számít, hogy mez van rajtatok? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem egyébként komolyabban vesznek minket, hogy sisakban és mezben vagyunk. Ezt jó hallani. No, zárásként. Mi a terv januártól a Fehérvár Cycling Teamnek? Egy edzőtábort, egy tavaszi edzőtábort már említettél. Mi a versenyprogram? Mi a versenynaptár nálatok? Hát még egy fotózással kezdjük a januárt, hogy legyenek jó képek rólunk, tehát ez az elsődleges a mai világban, és márciustól kezdődik a versenyszezon. Valószínűleg Magyarországon kezdünk Tihanyban, ez most az időjárás függő, mert idén például ilyen 0-1 fok körül volt a hőmérséklet, és az nem volt túl optimális, így a versenyzőket nem akarom kitenni a hidegnek ennyire. Április elején már Szlovákiába fogunk versenyezni, április végén már Csehországba kimegyünk UCI versenyekre, utána Magyarországon lesz megint nemzetközi verseny. És akkor hétről hétre próbáljuk, tehát még a versenynaptár nem állt össze, mert tehát se a magyar nincs meg, se a szlovák, egyedül a nemzetközi, ami biztos, az összes többi az még olyan, hogy a szövetségektől függ. De ami fontos, az ugye a június végi OB, ott mindenképpen szeretnénk, hát én egy aranyérmet szeretnék elhozni, hogyha már csapatként vagyunk ott, és igazából az UCI versenyeken meglépni azt az egy lépcsőt, hogy igazából nagyon kevesen adják fel a versenyt, tehát hogy mindenki végig tudjon menni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És akkor a Singop meg továbbra is várja a lelkes amatőrök. Igen. Hát nagyon-nagyon sok sikert kívánunk nektek 2019-re, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kellemes ünnepeket neked és az egész csapatnak. Én is köszönöm. Kedves nézők, ez volt már a Bajnokok Városa. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.